Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is október 11-én. A hold a mai napon a Puschia holdházban található. Itt érzelmekről és intuícióról van szó. Azt megérezni, melyik az a pillanat, és hol kell döntéseket hozni. Hallgassatok a belső hangotokra. A mai holdház a bölcső csillagcsoport hatása alatt áll. Ehhez van egy kis történet a klasszikus görög mitológiából. Nagyon-nagyon régen volt egy harc, az isteni hatalmak és az óriások között. Az óriások győztek volna, igen, győztek volna, ha nem lett volna ez a két szamár. De megjelentek a szamarak, és nagyon-nagyon hangosak voltak. Ettől az óriások úgy megijedtek, hogy elrohantak. És emiatt az isteni hatalmak megnyerték ezt a háborút. Mivel ők nagyon hálásak voltak, ezért ezt a két szamarat feltették a csillagképekre. Tehát van ez a szamár csillagkép az égen. És ez a bölcső, ez ugyan nem csillagkép, hanem egy csillagcsoport, de ez volt az a bölcső, ahol ezek a szamarak voltak. És ez hat most a mai napra, ez a bölcső csillagcsoport. És ezt hogy tudjuk mi átgondolni? Miben segít ez nekünk? Ha valaki jön az életünkben, és úgy játssza ezt a szerepet, mint egy óriás, mert olyan beképzelt, akkor mi is legyünk kicsit hangosabb, hogy ez az óriás, ez elrohanjon, és így megvan a nyugalmunk. Védjük magunkat. A mai napon a Nap és Jupiter bolygó egy kvadrát aspektusban áll. Ez nem olyan jó, mert ez egy kihívás. A Jupiter bolygó hatása alatt igazságtalanságokról van szó, és ez úgy kiderül, ezt érezzük is, ez kellemetlen, vagy Jupiter hatása alatt lehet ez egy bírósági ügy is, és vannak itt nehézségek. Ami viszont jó, hogy hamarosan lesz egy jó kapcsolat Merkur bolygó és Jupiter bolygó között, tehát valaki hat erre az eseményre, vagy lesz egy hír, ami kellemes, javulni fognak a dolgok. Ez eltart pár napig, de jobb lesz minden. A mai napon van egy nap és egy Neptun kapcsolat, egy úgynevezett quincunx kapcsolat, és így nem tudjuk, hogyan tovább, ezt mindig úgy szoktam elmagyarázni. Képzeljétek el, van előttetek egy inga, és én megkérdezném, mondjátok meg, melyik irányba fog kimozdulni. A válasz, nem tudom, fogalmam sincs. És pontosan így érezzük magunkat a mai napon. Valaki jön és mesél valamit, ez olyan érdekes, de nem tudjátok, ez az igazság, vagy ez a személy hazudik. Az is lehet be ennél a Neptun energiánál, hogy vannak vágyaitok, terveitek, álmaitok, és nem tudjátok, hogy ez megvalósul-e. A válasz, nem tudom, fogalmam sincs. Az is előfordulhat, hogy pontosan ezek a gondolatok foglalkoztatják őt, és feladja az álmait, vagy bizonytalan abban, hogy ez megvalósulhat-e. A mai napon van egy Jupiter és egy Neptun szextil kapcsolat, tehát van azért szerencse, ez kellemes, javítja a dolgokat, itt lehetőségekről van szó, néha szerencséről, és Jupiter bolygó hatása alatt
kihat az igazságra, az igazságtalanságokra. Neptun bolygó gyakran nem a valóságot mutatja ki, tehát azért vigyázzunk, hogy ki milyen befolyással hat ránk, nem kell mindent elhinni. Amiben viszont bízhatunk, az a szerelem és a változások a szerelmi élet területén. Ez egy kellemes kapcsolat Vénusz bolygó és Uránusz bolygó között. És ez volt a mai felvételem Mizó is, október 11-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!